Tolnaváros képviselőtestülete most azon dolgozik, hogy meghatározza a település jövőképét, fejlesztési irányait. A hivatal felkért egy kutatócéget, készítsen széleskörű felmérést a lakosság körében, és ennek eredményeit felhasználva készült el a koncepció tervezete. A részletes kidolgozásra még időt hagyott magának a testület, mondta a Perszófer Ágnes polgármester. Ez egy nagyon komoly stratégiai anyag, ami a város jövőképét vetíti előre. Ehhez egy külső szakértőt szerződtettünk, hiszen egy nagyon szigorú módszertani kézikönyv alapján kell ezt elkészíteni. Különböző statisztikai adatokat és lakossági intézményi kérdőívet, tehát egy nagyon széleskörű felmérést alapul véve készítettük el, illetve készített el a szakember ezt a stratégiát. Ezt a képviselőtestület most elfogadta. De ami igaziból fontos, arra úgy döntött a képviselőtestület, hogy még egy hónap gondolkodási időt hagy magának. Tehát azok az úgynevezett TOPLUS városfejlesztési programterv, amiben a jövő évi, illetve a következő uniós ciklus pályázatait vélhetően jól össze tudja foglalni, hogy ebben lesznek nevesítve azok a projektelemek, amikre várhatóan pályázni fogunk. Azt tudni kell, már többször én is elmondtam, hogy 4,4 milliárd forintos összeget fog kapni a város következő uniós ciklusban a TOPLUS, úgynevezett TOPLUS, vagy területi operatív program pályázati keretére. És ennek a gyakorlatilag, hogyha a stratégiát és ezt a programtervet az irányító hatóság, ami jelen pillanatban a pénzügyminisztérium és a megyei önkormányzat jóvá hagyja és elfogadja, akkor gyakorlatilag, ha formailag jók a pályázataink, akkor forrást fogunk biztosítani, vagy forrást fognak biztosítani. A koncepciótervben szerepel többek között az intézmények, elsősorban a sportcsarnokok energetikai korszerűsítésének folytatása is. Nagyon fontosak a jövőben is az energiahatékonyságú pályázataink, amiből az energia kibocsátást tudjuk csökkenteni, hiszen hogy az energia felhasználást tudjuk csökkenteni, hiszen mind a mellett, hogy környezettudatosak vagyunk, valamennyien látjuk az elszabaduló energiaárakat, és így nagyon-nagyon fontos az, hogy lehetőség szerint minden centet kihasználjunk arra, hogy minél olcsóbbá tegyük a város működését. Itt szóba kerültek nyilván azok az ingatlanok, amik a város tulajdonában van, tehát a középületek, amik még nem kerültek felújításra. Ott esetleg nyilászáró, hőszigetelés, itt a két sportcsarnok az, ami szóba került, a városi sportcsarnok és a Lehel utcai sportcsarnok, illetve ugyan az előzetes tervben nem volt benne, de szóba került már képviselőtársaim körében, hogy esetleg a lovardában a fűtést kéne korszerűsíteni, és egy olcsóbb megoldást kéne találni. De helyet kap a tervezetben a városi óvodák udvari játékainak felújítása, valamint az utak, járdák állapotának javítása, illetve a csapatik vízelvezetésének megoldása is. A képviselőtestület a koncepcióterv megtárgyalása mellett döntött az éves civil keret felosztásáról. Általában a lakosságtól ritkán kapunk visszajelzést, és a civileknél azért a közösségekből egy-egy észrevétel talán előbb eljut hozzánk, amiért nagyon hálásak vagyunk, és nagyon köszönjük, hogy a városi rendezvényeinket programjaikkal kiegészítik, és részben ilyen, de más programok támogatására is az önkormányzat ebben az évben 3 millió forintot biztosított közművelődési pályázatban, ami 22 egyesület között került felosztásra, és ezen felül támogatta a képviselőtestület a Tolnai Ifjúsági Fuvolzenekar kérését. 1 millió 250 ezer forintot kértek és kaptak is a spanyolországi fuvolzenei versenyre való részvételt, tehát utazás, szállásköltség biztosítására. Az önkormányzat döntött arról is, hogy jelentős, mintegy 8 millió forintos informatikai korszerűsítést hajt végre Tolnán, mely elsősorban a családsegítő központot és intézményeit érinti. A jelenlegi géppark elavult és nem képes már az igények szerint ellátni a szükséges feladatokat. Újraindul a Gondos Gazda a Virágos Porta akció, mondta a Perszófer Ágnes. Korábban volt már ilyen, csak az utóbbi években nem jelentkeztek rá.
volt, hogy senki nem jelentkezett rá. És nyilván, és maga a versenynek nyilván akkor van értelme, hogyha van, aki elindul a versenyen. Én ebben több okot is látok egyébként, hogy talán mi az az ok, ami miatt nem volt népszerű ez a verseny. Az emberek nem nagyon szeretik megmutatni az otthonaikat, és itt most arról van szó, hogy be kell engedni legalábbis a zsűrit, be kell engedni az otthonába az embereknek, vagy legalábbis a kertjébe, udvarába. Én remélem, hogy lesznek olyan bátor mözsiek, tolnaiak, rengeteg gyönyörű kert, szinte parkok vannak már itt a városban is. Talán a Covid arra jó volt, hogy az emberek, ha nem mehettek sehova, de az otthonaikat szépítsék. Én remélem, hogy lesz sok induló ezen a versenyen, és büszkén mutatják meg az emberek a gyönyörű udvaraikat, kertjüket.